érezni játékilag, és az edzőnek a feladat elsősorban, hogy nyerjünk. Minden pontra szükségünk van. Amit mindenképpen megteszünk, az, hogy elkezdjük az ifjúsági központnak az építését, tehát az ifjúsági pályákat tavasz végén meg szeretnénk építeni. Mindenképpen erősítenek az ifjúság nevelését, edzők továbbképzését. Ez az elkövetkező másfél évnek a legnagyobb feladata. Az A csapat pedig élni fogja a maga világát. Szerintem a jövő évi gárdának egy részét már most átigazoltuk. Szeretnénk folytatni az átigazolásokat a nyáron is, megerősíteni a kádert, de olyan játékosokat keresünk, akik a hosszú távon számítunk. Tehát nem akarom azt, hogy minden évben egy új 11 ember fusson ki a pályára. Szeretnénk egy hosszú távú játékos álmány, olyan játékos álmány rendelkezni, ami hosszú távon biztosítja az arculatát.